Üdvözlet mindenkinek, és folytatni fogjuk ma a Reveal Hidden Reality csatornával ezt a beszélgetést, amit elkezdtünk a múltkor, és remélem, hogy hasonlóképpen mindenki hasznosan fogja ezt találni. Úgyhogy ezúttal, hát a téma megmarad az, ami volt talán a Fenevad bélyege köré csoportosulva, aztán meglátjuk, hogy merre jutunk. Úgyhogy én átadom a szót neked, és akkor folytassuk, vagy kezdjük el. Én is üdvözlök mindenkit, és örülök ismét, hogy békés körülmények között Isten természetéhez méltó hangnemben tudunk egymással beszélni, még akkor is, hogyha imitamot nem ugyanúgy gondolkodunk, és vagy teljesen más a gondolkodásmódunk, véleményünk. De talán tényleg, ahogy te is mondtad, hogy az egyik legjobb alkalom ez a beszélgetés arra, hogy talán példát is mutassunk, és ezáltal is én magam részéről is beismerem azt, hogy nem volt jó módszer, nem volt célra vezető az a fajta viselkedés, hogy egy-két évvel ezelőtt, amikor először beletalálkoztam a csatornádba, és talán sértettségemben, vagy nem tudom végső soron, hogy igazán mi volt az, ami ezt kiváltotta bennem, ezt a mérhetetlen dühöt és ellenszenvet, amit sajnos elég nem jó hangnemben tettem közzé. Igazándiból belátom, hogy először gondolkodnunk kellett volna, tüzetesebben átvizsgálni mindazt, amiről te beszélsz, és megérteni a te nézőpontodat, hogy te honnét jössz, miből indulsz ki, mert nyilván a két ember két külön szemszögből néz egy ugyanolyan dolgot, nem fogja mindaddig ugyanazt látni, amíg csak a sajátos véleménye a fontos, és nem próbálja másikat is megérteni, hogy hova akar kiukadni. Persze lehet, hogy annak a fajta megközelítések is ugyanaz lesz a vége, csak nem valószínű, hogy úgy fog kicsapódni, hogy az köztünk történt, ugye. Hát eltelt elég sok idő. Aha. Szerintem egyszerűen csak az nem vezet célra aztán, meg az nem is az a fajta viselkedésmód, amit nekünk, hogyha azt állítjuk, hogy járjuk ezt az utat, akkor az semmiképpen sem az, ami ehhez méltó, akárhogy is mondja valaki, hogy képviseli a teremtőt, az nem megfelelő, ahogy én hozzáálltam, vagy ahogy te, de figyelj, ezen túl vagyunk, szóval halleluja, úgyhogy én már itt meg is kerestem néhány ilyen RFID technológiával kapcsolatos képet, szóval nagyjából, hogyha jól értelmeztem tegnap, akkor a legjobban én úgy gondolom, hogy a trójai faló az, ami reprezentálja azt, amit te mondasz, hogy ez egy félrevezetés valamilyen formában. És akkor, hogy nem arra kéne fókuszálni az embereknek, hogy most akkor ilyen chip, vagy olyan chip, vagy akármilyen chip, hanem sokkal inkább arra, hogy hogyan élnek. Én így értelmeztem. Igen, mert ugye, hogyha csak figyelembe vesszük, ugye, tehát ha arra összpontosítunk, amire ugye a mainstream kereszténység és a propaganda gyülekezet hálózata irányítja a figyelmünket, ugye, ahogy tegnap is beszéltünk ott a 13 jelenések 13 részben, ugye ott nem csak a jobbkéz és a homlok dolog van megemlítve, hanem előtte és utána még előtte is két-három dolog van megemlítve, amin keresztül az örökkévaló segít abban, hogy meg tudjuk érteni, hogy ő miről beszél, meg a jobbkéz és homlok dolog után is van két-három dolog, amit említ. Tehát ezeknek az összessége, tehát az, hogy csinálják meg a fenevadnak a képét, vagy hát a vadállatnak a képét. Jobban szeretem inkább ezt használni, mert ugye a fenevad ez kicsit, nekem legalábbis ilyen misztikus, ilyen kínai sárkányos, meg nem is tudom micsoda. Viszont hogyha a Noé esetét vesszük alapul, ugye, hogy tiszta állatok és tisztátalan állatok, vagy például amikor az uralkodót, ugye, hogy azt hiszem, hogy hol is volt ez, hogy... Mire gondolsz? Hogy beszél arról, hogy volt egy oroszlán, tehát Babilonról azt hiszem, hogy egy oroszlán, ami hogy 4 lábon áll, de 2 lábra állítatott, és vagy emberi értelem adatot neki, ugye? Dániel, aha. Igen, és tehát aztán látjuk azt Péternél, hogy alászállt az a lepedőszerű akármi, ami a 4 szélénél volt összekötve, tehát az ég 4 táját szimbolizálja, és volt benne mindenféle csúszómászó, és azt mondta neki, öljed és egyed, és tehát ott is tisztátalan állatok voltak, ami egyértelmű, hogy szimbolizálja azt, hogy a vadállatok, ugye az embereket azért tekinti, azért mutatja be Isten vadállatnak azokat az embereket, akik nem ő értelme és nem az ő akarata szerint élnek, beszélnek, gondolkodnak és értelmezik a dolgokat, ugye? Hát megszelidítetlen vadállatnak tekinti azokat az embereket, ugye? Igen, és, igen, mondhatjuk azt. És tehát látjuk azt, hogyha a vadállat az egy embereknek a közössége, ugye egy világra szóló mozgalom, a kereszténység, a pápával az élen, a mindenkori pápával, mert te is gondolom tudod azt, hogy elég jól utána néztél, hogy ezek mind az összes pápa, ezek mind ugyanabból a családból kerülnek ki évezredek óta, ugyanúgy abból a családból vissza lehet vezetni őket egészen Nimródig, aki föllázította az emberiséget az örökkévaló ellen. Ezek mind a jelenben itt vannak, egy több ezer éves családnak a leszármazott. Annyit hagyj már hozzá, hogy azt nem tudom, hogy vissza lehet-e vezetni. A történelem, így ez ügyben nem az erősségem, hogy most, szóval nem tudok, vannak dolgok, amiben nem akarok nyilatkozni, mert nem tudom. Tehát nem tudom azt mondani, hogy most utána tudok nézni villámgyorsan, de azt akarom mondani, most visszatérve a Fenevadra, csak egy pillanatra, hogyha azt mondjuk, hogy tegyük fel, ez egy nép, most azt mondod, hogy a Fenevad, ezek népek lennének? Igen, én ezt látom egyre erősebben, hogy ez egy emberi csoport, egy emberi közösség, akik vadállat közössége, mert nem az Isten szerint gondolkodik, és ennek az ellentéte az eklészia, az ebből kihívottak. Tehát, viszont ha ez így van, akkor szóval most ha bele akarnám menni ebbe hogy nézzük meg, hogy valóban akkor a szöveg mit mond, akkor végül is minden elemnek passzolni kellene ahhoz, hogy az egy nemzet legyen. Nem? Tehát nem olyan... A földnek a lakosai legyenek az a Fenevad. Vagy hát nem, mert végülis az egész világ akkor már Érted, amit mondok? Szóval már most is hát mindenki... Az egész világ, igazad van, ha azt akarod, arra akarsz kiugrani, az egész világ. Hát mégis az nem, mert van egy apró... Állatrendszer tekinti, mert nem is Isten igazságán fut az egész rendszer. Hát hogyne, meg a legtöbb tagja a populációnak az nem követi ezt, szóval majdnem mindenki ott lenne, nem? Abba a Fenevadba, benne. És akkor lenne egy maroknyi... Végülis ez a lényege az ekklesziának, nem a kihívottaknak, hogy azok, akik nem tartoznak bele ebbe a közösségbe. Viszont akkor felmerül egy probléma, és ez a probléma az, hogy azt mondja, hogy az előbbi Fenevadnak, ez ugye a Jelenések 13-11, hogy látik egy más Fenevadot feljönni a földből, akinek 2 szarva van, a bárányhoz hasonló, és úgy szól, mint a sárkány. Szóval ha ezek népek, vagy ez majdnem mindenki, és utána azt mondja, hogy az előbbi Fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi ő előtte, és azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első Fenevadot, szóval akkor ki az a föld és annak lakosai, aki imádja az első Fenevadot, ha ez a föld és annak lakosai, melynek halálos sebben meggyógyult vala. Szóval van 2 Fenevad, az egyiknek volt egy halálos sebben, most hogy ez fejlővés, meg ilyenek, ebben nem tudok belemenni, de A lényeg az, hogy akkor ki a föld és annak lakosai? Hát, ugye látjuk azt az írásból, hogy két vadállatról beszél. Ugye az egyik, szinte az egyikből lesz a másik, vagy párhuzamosan futnak egymással. Az egyik az vallási, mivel hogy a földről beszél, tehát a földből jön fel, és a másik pedig a tengerből. A tenger pedig ugye elsősorban a földközi tenger és a körülötte levő országok. Népét szimbolizál Dániel szerint, ugye, hogy nagy háborúság támadt a tengeren, és ugye beszél arról, hogy Babilon, Egyiptom, Asszíria, Perzsia, és Görögország, meg Róma, ugye. Tehát látni lehet, hogy a tenger az a politika és gazdasági, tehát az istentelen népeknek ez a része, amiben benne van ugyanúgy istentelenül a vallás, tehát a világvallási rendszer. És lehet ezt látni, hogy például a római egyetemes vallás a pápával és az ő legközelebbi alkalmazottaival az élen létrehozták az országokon keresztül az Egyesült Nemzeteket, és így a vallási világot is, és a politikai és gazdasági világot is, hát egyre inkább arra ösztönzi, hogy fogadjanak szót az Egyesült Nemzeteknek. Mentem a metróba, és akkor szól a hangos bemondón, hogy ne nyúlj a szemedhez, a kezedhez, vagy az arcodhoz, stb. Stb. És mindezt az Egyesült Nemzetek egészségügyi szervezetének az ajánlása alapján tettük közé. Tehát abból is az folyik, most már, hogy az Egyesült Nemzeteknek fogadjunk szót. És ugye... Bocsánat, akkor lehetséges, akkor azt mondod, te látod magad előtt ezt a Jelenések könyvét, vagy nem? Nem. Oké, nem gond. Azt akarom mondani, hogy... Szóval van egy fenevad, ami a tengerből jön ki valóban, aminek 7 feje, 10 szarva van, és az ő szarvain 10 korona, és az ő fején a káromlások neve. Ez az egyik. A másik pedig ugye az, amelyik kijön a szárazföldből, és ez az, amelyik a föld lakosait meggyőzi, hogy az előző fenevadat imádják, és ez roszküneo, leborul, vagy pedig imád ez a kifejezés. Ez számos alkalommal előfordul. Az egyik az, amikor azt mondja az ellenség Natán, hogy mindezeket neked adom, ha leborulva imádsz engem, ez proszküneo. Úgyhogy ez egy ilyen vallási imádat, amire ráveszi a második fenevad az emberiséget, hogy imádja azt az előzőt, amelynek a halálos sebe ugye meggyógyul. És aztán ez mindenféle csodákat tesz, ez a második fenevad az emberek szeme láttára. Úgyhogy ez a valami, bármi is legyen az, ez nem lehet a... Legalábbis ezek alapján nehéz elképzelni, hogy ez az emberek tömege vagy többsége, hiszen itt az emberekről beszél, hogy elhiteti az embereket, és utána azt is mondja, hogy elhiteti a földnek a lakosait jelekkel, melyek adatának neki, hogy cselekedje a fenevad előtt, a másik előtt, azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét, aki fegyverrel megsebesítetett valad, de megelevenedhet. Most ha érdekel, akkor én szerintem, ami történik, az az, hogy ez a második és az első, ezek hogy mondjam, szerintem a vallási meg a világi része a világnak, ahogy mondod, de semmiképp sem az embereknek a többsége. És akkor ha utána megyünk tovább, akkor onnantól kezdve már eljutunk arra pontra, hogy akkor végül is mi is ez a fenevad képe, meg mi ez a homlokra a bélyeg, meg mi ez a neve, meg a nevének a száma, meg ezek a dolgok, de ez aritmosz mellesleg a szám, szó szerint szám. Szóval hát korábban én is ezt gondoltam, hogy pontosan így a görögre is hivatkozva, hogy itt tényleg olyasfajta imádatról beszél, amilyen általában így nem tudom, hát például mint a katolikus templomban, ugye, hogy hát oda mész az oltárhoz, oda küldenek az oltárhoz, vessél a keresztet, térdelj le, stb. Stb. De ha ez így lenne, az túl egyértelmű lenne az egész, tehát azonnal kilógna a lóláb, ugye. De hogyha megnézzük ugye azt, hogy ugye, a megváltó is, és az örökkévaló is arról beszél, hogy tehát, hogy is van az az igevers egy pillanat, tehát, hogy olyan tisztelőket keres, akik igazságban, lélekben. Tehát tisztelik őt. Hát ugye ez az imádat szó, ez nekem mindig gyanús volt, mert általában mindig ilyen, vagy ilyen természettamból létrehozott ilyen természeti imádati vallások, vagy ilyen ezoterikus dolgokból jönnek, és tehát az eklésziát tekintve pedig nem beszélhetünk imádatról, mert az imádat az mindig gondolkodás nélküli teljes odaadást feltételez, mint a paganisztikus. Aha, bocsánat, akkor mondd végig ezt a gondolatmenetet inkább. Tehát én azt gondolom, hogy ezért tulajdonképpen nem ragaszkodok most már többé így a görög fordításhoz ebben a formában, hogy mit mond a magyar, hanem megnézem a lehetséges szavakat, és megpróbálom megtalálni, hogy a mai időben, hogy érthetőbb legyen, mi lenne a legmegfelelőbb magyar akkor szó. És nézd, segítek, mert az egy nagyszerű dolog, ha ezt keressük, mert ez a proszküneo, ez azt jelenti, hogy leborul valaki szó szerint, meghajol, ez a kifejezés. Az, hogy mi úgy használjuk, hogy imád, annak igazából nincs jelentősége. Azt mondja, hogy meghajol, a Septuaginta úgy használja, mint hogy mélyen. Meghajol, a földig hajol, és egyébként pedig a G4314, ami a pro vagy prosz, ez előtag, és az egyik lehetséges a küneo, úgy, mint hogy csókol, a másik pedig a kün, úgy, mint kutya. Szóval így vagy úgy, de úgy... Na talán az is tulajdonképpen az megfelel a zsoltárokkal, hogy csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjon, azt hiszem. De azt akarom mondani, hogy látod, akkor erről beszél, szóval felejtsük el az imádat akkor, hogyha ez egy nem jó fordítás, mint ahogy valószínűleg az, de akkor azt mondja, hogy mindazok, akik nem hajolnak le, vagy nem borulnak le földig, azok, hogy a Fenevad képének, azok megölettetnek. És ez végül is, ha belegondolsz, ez így is volt, mikor Dániel, szó szerint így volt, mikor a három ifjú a kemencébe vetették, vagy Dánielt az oroszlán barlangba. Ugyanazt a szót veszi át ide, gyakorlatilag, amit ott használtak. Így ez egy vallás, mivel ott is felépítette a szobrot, és Nabukadonozor. Tehát például, hogyha meg tud nézni, mert nincs sajnos előttem nyitva most hogy a Jelenések könyvében, amikor talán a filadelfiai eklésziához beszél, és azt mondja, hogy azt is teszem a te hűségedért, hogy a sátán zsinagógájából eljöjjenek némelyek, és leboruljanak előtte. Jelenések 3.9 ez a miről beszélsz. Akik zsidóknak mondják magukat, és nem azok, hanem hazudnak, és íme művelem, hogy eljönnek, és leboruljanak. Te előtted ez proszküneo, ugyanaz a kifejezés. Yeah. Na most, hogyha a két szituációt, amit te említettél fel, és ezt a szituációt, ha összevetjük, megnézzük a természetét, az elképzelhetetlennek tartom, hogy az örökkévaló azt művelni az ő népével, hogy ilyesfajta tiszteletet, vagy paganisztikusan fogalmazva imádatot vegyenek valakiktől mástól, igaz? Tehát én ezt nem tudom elképzelni. Hát de ez van idejében. Igen, de hogyha arra gondolunk, hogy ugye abban a korszakban, tehát a laodíciai korszak, vagy nem a laodícia, hanem a filadelfiai korszakban, ugye? Tehát, hogy a bizonságtevői az örökkévalónak ki vannak küldve, és a sátán zsinagógájáról, amiről ugye azt mondják, hogy ők izraeliták, de nem azok, mert hazudnak. Tehát ugye mit tesz izraelitának lenni? Pál azt mondja, hogy azok, akik az akaratukat alávetik, tehát úgy ír, azt hiszem, hogy körülmetélik a szívüket. Ez sokak számára érthetetlen még mindig, lehet, hogy jobb megfogalmazás, de ez még mindig sokan vallásosan, tehát a pünkösdmustól kezdve ez a fajta felfogás, hogy a szívet körülmetélni, ez nem tudják, hogy mi van mögötte, de hogyha azt mondom, hogy hogy alávetni az akaratomat, az örökkévalónak az akaratának, hogy ez jelent az, hogy körülmetélni a szívet, ugye, ami tulajdonképpen az eklészia népét kell, hogy jellemezze, és ugye... De bocsánat, hagyj menjek már bele abba, hogy amit mondtál, most ezen gondolkodtam itt közben, hogy leboruljanak a te lábaid előtt. Most én jól értem, én már figyeltem a videóidban is, mintha lenne benne egy olyan, hogy nem minden helyes, ami le van írva, és van benne olyan, ami esetleg hamisítvány, vagy át van írva, vagy nem úgy van, ahogy le van írva. Én ezt jól gondolom? Vagy azért, mert nem értik az Isten szerinti gondolkodás főként a szimbólumképek miatt, másrészt viszont szándékos hamisításról is szó van, hogy azokat a dolgokat belehamisítsák, tehát érvényt szerezzenek a hallgatóság számára, és azt mondják, itt van, bele van írva, ugye? De nézd, tehát... akkor szóval akkor jól értettem, mert én mondom, én hallgatgattam bizonyos videókat, és én nekem úgy jött át, hogy az, amit nekünk megvan úgy, mint kéziratok, az szerinted nem helyes, vagy abban vannak dolgok, amiket az eredeti szerzők nem úgy gondolnának most, vagy nem úgy gondoltak, hanem esetleg bele van hamisítva, vagy nem is tudom mi, mert azt hiszem ilyenről is volt szó. Igen, tehát két vagy három lehetőség van, ugye, tehát az, hogy aki fordította, nem értette azt, hogy például Pál, vagy az összes többi apostol, hogy mire gondolt egész pontosan, mivel, hogy... Akkor csak egy dolgot hagyd mondjak már, a fordítás az egy másik ügylet, ugye? Mert az természetes, hogy nem tudják, hát figyelj, hogyha akkor mindenki azt csinálna, amit kell, hogyha tudná, de itt az eredeti iratokról van szó, szóval azt akarom kihozni ebből, hogy eljöjjenek és leboruljanak a te lábaid előtt, proszküneo, és ez meghajol, földig hajol, leborul, gyakorlatilag amit mondod, hogy leboruljon. Azután, amit olvastunk itt, az azt mondja, hogy azt műveli, hogy mindazok, akik nem borulnak le a Fenevad képe előtt, azok megölettessenek. És még ráadásul Máté 4-es fejezetben is azt mondja, hogy ha leborulsz és imádsz, tehát ez ugyanaz a kifejezés sajnos. Szóval amit mondani akarok az az, hogy ha azt állítjuk, hogy ez ilyet nem fog csinálni az örökkévaló, hogy leboruljanak, de fog, hiszen ez van ide írva. El kell fogadnunk azt, hogy Jochanan vagy János és a Máté jó hírének a szerzője, illetve mindenki, aki használta azt a proszküneo szót, tisztában volt vele, hogy mit jelent. Érted? Szóval ők azért használták ezt a szót, mert tudták, hogy az mit jelent. Ugyanazt fogja cselekedni az ő népével, mint amit szeretett volna Satán, hogy tegyen Yahusha Mashiach vagy Jézus, hogy boruljon le és őt imádja. Ez van ide írva. Ha azt mondjuk, hogy nem ez... Na, amire én szerettem volna kiukadni, az az, hogy a legmegfelelőbb szó, ami talán még a felsorolásban sincs benne, ami abszolút érthetővé tenni az egészet, az a tisztelet szó. Mert ugye a lehajlás az is tulajdonképpen tiszteletadás. Még egyszer csak annyit hagyjegyezzek meg akkor újra, hogy az, hogy mi hogy fordítjuk le, az mindegy. Itt ők ugyanazt a szót használják, érted? Szóval mi fordíthatjuk, ahogy akarjuk, de ugyanazt a fajta imádatot várja el a Sátán zsinagógájától az ő népe felé, mint amikor azt mondja a megváltó, hogy Yahuát, vagy az Urat, a te Elohimedet, vagy Istenedet imádd, és csak neki szolgálj, ez az imád, ez ugyanaz a szó, amit Jochanan vagy János használ itt. Szóval amit én mondok, hogy mi fordíthatjuk, természetesen így, vagy úgy, vagy amúgy, de ők ugyanazt a szót használják, tehát ugyanaz kell, hogy legyen. Ha azt mondjuk, hogy ilyet nem vár el, vagy ilyen nem lesz, akkor azt állítjuk, hogy ami le van írva, az nem helyes, hiszen ugyanazt a szót használja, tehát ugyanazt kell, hogy jelentse. Érthető, amit mondok? Igen, én értem, hogy te mit mondasz, teljesen értem. Nem igen. Tudjuk azt mondani, hogy elvár-e ilyet, vagy nem, hiszen tudjuk, hogy igen, mivel azt mondja, hogy ez lesz. Én ezt akartam ezzel csak mondani, hogy nem rossz indulatból, csak hogy én úgy veszem, hogy minden, ami le van írva, az úgy van a görögben vagy a héberben. Ha belemegyünk abba, hogy átírták, vagy esetleg meghamisították, akkor majd, hogy nem bárhol tudjuk azt mondani, hogy jó, akkor ezt vagy azt meghamisították. Szóval ezért én inkább úgy vagyok vele, hogy én azzal dolgozok, ami van. Mellesleg a kritikai elemzése ezeknek a szövegeknek, amik rendelkezésünkre állnak, a kéziratoknak az egyértelműsíti, hogy gyakorlatilag mindenben egyetértenek, apró különbség. Na de mindegy, visszaadom a szót. Igen. Szóval, ugye, mert ezt én észrevettem, lehet, hogy csak aztán az én fantazmagóriám, vagy nagyon élénk a fantáziám, de hogy ezt meg akartam jobban érteni, hogy ugye, mert mi van akkor például, ugye, mert így ebben a tekintetben, az Ószövetségben ez teljesen egyértelmű volt, hogy ott jött egy kemény arcú diktátor, és azt mondta, hogy már az eddigi szokásaitok ezután így lesznek, tetszik, nem tetszik. Ha nem tetszik, akkor mentek a mágiára, vagy lekaszabolnak benneteket, vagy az oroszlánok vermébe, vagy stb. Stb. Ha meg elfogadjátok, akkor életben maradtok. És ugye ennek megfelelően hoztak emberek döntéseket. Viszont ez a fajta despota, diktatórikus dolog, ez annyiszor megtörtént már, és én azt gondolom, hogy az, aki irányítja a földi emberi formájában ezt az egészet, hogy megvan minden hatalma ehhez. Ugye látjuk azt, hogy a pápának igenis megvan a gazdasági, a politikai, a vallási hatalma, nincs még egy ilyen ember a földön, és nem a láthatáron, mert nézem, keresem, figyelem a világpolitikát is, ugye főleg nem magyar nyelven, ugye, mert itt Magyarországon valahogy borzasztóan le van butítva a nemzetközi hír dolog. Szóval és akkor... Igen, bocsánat. Tehát nem látom még csak az árnyékát se annak, hogy valahonnét sátán a cilinderéből elő tud rántani egy ilyen nyuszit, egy ilyen tömeggyilkos despota nyuszit, akinek minden hatalom a kezében van, a jelenlegi személy, és ez már régóta, tehát ez 2000 év óta, ez nem más, mint a pápa. Végül is azt se látta senki, hogy egyik napról a másikra le fogják zárni az egész világot karanténba. De még egy dolgot, hogy mindjárt aztán visszatérek erre, hogy van-e olyan ember, vagy nem, de azt mondja, hogy ez Ézsaiás 60:13, Ézsaiás 60-as fejezetben arról beszél Yahuah, ez aki mondja, hogy kelj fel, világosodjál, mert eljött a világosságod, és Yahuah, vagy az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Kabold, ugyanaz a dicsőség, vagy tisztesség, vagy méltóság, vagy fenség, ami neki kijár, az feltámad az ő népén. És népek jönnek majd a te világosságodhoz, és királyok neked feltámad fényességhez. Persze nyilván ez az ő szava, Yahuah, meg ő ott lesz, de akkor is azt mondja, hogy mindnyájan egybegyűlnek, hozzád jönnek, fiaid messziről jönnek, lányaid ölben hozatnak el. És aztán így folytatja itt később, hogy idegenek megépítik kőfalaidat, és királyaik szolgálnak neked. Ez a szolgál, ez sarát, úgy, mint hogy ő végzi el a háztartási feladatokat, vagy papi szolgálatot. És így zárja be a 14-es vers, hogy meghajolva hozzád mennek a téged nyomorgatók fiai, ez pedig sachach, és ez lehajol, leborul, tisztelet vagy megalázkodás jeleként. Meghajol, meghajtja magát, tisztelet, elismerés, gyász jeleként. Leborulnak lábad talpainál minden utálóid, és neveznek téged Yahuah városának, Izrael külön választatja Cionának. Úgyhogy azok az emberek, akik ott élnek majd, mert a nép és az ország, amely neked nem szolgál, de elvész, a népek mindenestől elpusztulnak, ez Jeruzsálem, amiről beszél, de lesz egy uralkodó osztály az ezeréves királyságban, és ez Izrael akár a fizikális, akár a spirituális. Királyok és papok lesznek. Úgyhogy én szerintem ez az, amiről beszél, annak ellenére, hogy természetesen itt Jeruzsálem az, akiről szó van, de érted, amit mondok, hogy... Persze, én teljesen mértékben értem is. Tehát pontosan ilyen dolgokban kezdtem felfigyelni arra, hogy ugye főként azok után, hogy visszaemlékszem arra, hogy hát az egyik ilyen karizmatikus kreálmánya a Vatikánnak az a hídgyülekezet és a hozzá hasonló világ minden részén ezek a karizmatikus szervezetek, hogy ugye rengetegszer az Ószövetségből hozták ezeket a proféciákat, és főként amikor bizonygatni kellett az, hogy megtörtént 1948-ban, beteljesedett az a profécia, hogy Izrael nemzetállam lett ismét, nem tudom hány ezer év, 2000 pár száz év után, ugye? És ugye egy pillanatra ezt meg kell említeni csak azért, hogy sokak számára világos legyen, hogy mindattól függetlenül, hogy a Balfour külügyminiszteren keresztül adták át ezt, most nem tudom, Baron Rothschildnak, vagy nem tudom kinek, melyiknek a Rothschild családból nyilatkozatban a mandátumot a Palesztina kézbevétele fölött, hogy az európai kazár, lényegében mindegy is, hogy visszaköltözhetnek Izraelbe, persze. Tehát ez ott bukik ez az egész dolog, hogyha megnézzük a nagyítóval minden esetben, amikor fogságban mentek a bűneik miatt, ugye, hogy ha összevetjük azokat a beszámolókat, és azt, hogy 48-ban mi történt, ugye a kettő között óriási nagy különbség volt, mert például az egész az Ószövetségben úgy zajlott, hogy velük volt mindig egy profétája az örökkévalónak. És a másik pedig, hogy álomban, vagy látomásban, ugye az örökkévaló tudatta a király, hogy engedje majd őket vissza. De ezt megelőzte azt, hogy a proféta velük volt, és állandóan megbánásra ösztönözte őket. Ekkor a fogságban, a nyomorúságban, a számkivetettségben, a szenvedésben, éhínségben, a robotmunkában észhez tértek, és szót fogadtak a profétának, és kollektív botántat értek, 3 napig nem ettek, nem ittak, stb. Ebben egyet is értünk, hát szerintem pontosan így van, ahogy mondtam. És a másik pedig, hogy na erre válaszul az örökkévalónak, az volt a válasz, hogy szólt a királynak, hogy küld őket vissza, és visszaküld velük együtt, visszaküldte a templomból elhozott eszközöket, az aranyasztalt, az illattartó. Más kérdés, hogy most nincs templom, úgyhogy nem tudja ezt megtenni. És igen, a másik pedig, hogy a templom mindig állt. Ugye? Tehát tulajdonképpen minden alkalommal, amikor megint kiáltották azt, hogy hát Izrael állam operál és működik, akkor mindig Istentől való volt, mert ezek a bizonyítékai voltak. És főként a legnagyobb a kísérőjel az volt, hogy kitakarították a templomot, berakták vissza az örökkévalónak a tárgyait, és hát legfőképp talán elkezdték azt csinálni, amit kell. És a tüzet mindig az örökkévaló gyújtotta. Ez az összes mind hiányzott 1948-ban. Ez mind a bizonyíték, hogy ez nem őtőle volt. Legfőképpen a bizonyíték szerintem az, hogy nem azt csinálják, ami le van írva a Tórában. Mert ugye az elengedhetetlen része annak, hogy visszavigye őket, hogy ők azt a fajta életformát folytassák, amit ő elfogad. Így van. És szerintem itt van még egy dolog, amit lehet, hogy érdemes lenne esetleg megbeszélni, hogy mi is akkor az elvárása most Yahuahnak vagy az örökkévalónak felénk, mert szerintem ebben is van egy különbség abban, amit mi gondolunk, és én úgy gondolom, hogy meg hát nyilván mindenki, aki hisz, hogy egyértelműen úgy van, ahogy ő gondolja, de én azt hiszem, hogy nem lehet találni olyan példát az írásokban, amikor arra szólított volna fel minket Yahuah, vagy az örökkévaló, hogy ne csináljuk azt, amit ő megfogalmazott abban az abban a tanításban, vagy instrukció halmazban, vagy oktatásban, amit átadott Izraelnek, amit úgy hívunk, hogy Tóra, mint oktatás. Szóval én nem látok semmilyen bizonyítékot arra, hogy bárki, és most beleértve akárkit, még hogyha úgy gondoljátok, akkor benneteket is, nem lehet olyan verset vagy szakaszt, bármit találni, hogy a követelményrendszer megváltozott. Erre alapozva én azt mondom, hogy a világ már most is követi a fenevadat. Szóval az emberek többségének a jobb kezén és a homlokán már most is ott van ez a bélyeg, hiszen azt csinálja, amit a világ elvár tőle, az pedig az, hogy ne kövesse a Tórát. Ebben ezek 100%-osan egyetértek veled. Viszont, bocsánat, azért, még annyit, hogy ha egyetértünk... Nem akarom oda terelni a beszélgetést, mert nem akarom, hogy véletlenül is most ezzel menjen el az idő, ami persze valahol természetesen nagyon fontos, de nem tudom azt, hogy megértünk-e rá, hogy ugye, mert pro-kontra te is fel tudod hozni az érveid mellette és ellene, az szemben, amit például, amelyik szemszögből én nézem az egészet, de ugyanakkor én megértem a te állásfoglalásod ebben, hogy a mai napon is a Tóra lenne a mérvadó. Hát nézd, ez mindenkinek csak elő kell állni azzal, hogy vajon miért nem. Hol van azzal? Szerintem megbeszélhetjük, úgy értem, hogy én nekem van egy-két szakasz, ami amúgy is érdekel, hogy alakul az, például az evéssel kapcsolatban a szokásos apostolok 10, meg ezek, de azt akarom mondani, hogy ha elbeszélünk erről a témáról hosszasan, de meg kell érteni az embereknek, hogy mi a megoldás mindenre. Szóval valamilyen megoldást kell prezentálni az embereknek, különben csak beszélgetünk valamiről, ami nem vezet igazából sehova. Én ezt próbálom megmutatni nekik a videóban, hogy bárhol kinyitjuk ezt a könyvet, akárhol, teljesen mindegy, választhatsz egy oldalt. Mindenhol, mindig, mindenki, aki a teremtő szellemiségében él, azt mondja, hogy vagy azt csinálod, ami le van ott írva, ami a szó a szívünkben, az a Tóra, vagy véged van. És én nem láttam még sehol olyan érvelést, ami megállta volna a helyét az írások tükrében. Szóval szerintem ez az, amit mindenkinek, aki hallgatja, ezt meg kell értenie, hogy az a bélyeg, amiről itt beszél, az a Tóra és annak a végrehajtása, vagy pedig nem végrehajtása. Beleértve az étkezést, öltözködést, az ünnepeket és a sabát napot. Mivel sehol nincs szó arról, hogy ez megváltozott volna, vagy akár meg is változhatna. Szóval én azt akarom tudatosítani az emberekben, hogy ez így van mindaddig, amíg valaki elő nem tud állni versekkel, hogy bizonyítsa, hogy Yahusha Mashiach, vagy Yahuah az örökkévaló azt mondja, hogy jó, mostantól nem kell csinálni. Úgyhogy ez a lényege szerintem a bélyeg dolognak, hogy ezt megértsék az emberek. Igen, hát én teljes mértékben értem, hogy miről beszélsz, de ahogy említettem, tehát, és ezt te magad is tudod, tehát, hogy kettőnk álláspontja abban különbözik, ez okozza a különbséget, hogy én abból indulok ki a tanulmányozások során, tehát ami ismeretre eddig eljutottam, hogy most teljesen mindegy, hogy ez hogy létezik ilyen, ahogy tegnap említetted, ez a dispensation teológia. Tehát, hogy magamtól arra a felismerésre jutottam, hogy függetlenül őtőlük, hogy ők mit tartanak ez alatt, vagy mit sem, nem tudom, de megmondom őszintén, nem is érdekel. Igen. Mert látom azt az írásból, hogy hát hogy ez félre magyarázhatatlan vannak események, amik ítélettel záródnak le, és ezek nagyon erősen úgy tűnnek nekem, hogy valamiféle korszakot vagy időszakot jelöl, hogy valami eddig tartott, és ettől kezdve valami új kezdődik. És tehát ahogyan látjuk azt, hogy amikor Ádám és Éva voltak abban az elkerített helyben, amit kertnek, vagy édennek, vagy paradicsomnak neveznek. Világos. Ugye, tehát ők ott utasítást kaptak arra, főként Ádám elsősorban, hogy hát őrizze, ápolja és művelje azt a helyet, ugye, és főleg, hogy ezt terebélyesítse ki, hogyha lehet, akkor terjessze ki az egész földre, hogy hálózza be vele, vagy foglalja vele el ezzel az egész földet, és tanítsa erre a gyermekeit, a gyermekek gyermekeit, stb. Stb. Generáció. De mire és ott is tanítsa, az a kérdés? Tessék? Mire is tanítsa, az a kérdés? Mi az, amire tanítania kell a gyermekeit? Hát nyilvánvalóan ott az volt, hogy hogyan kell ezt csinálni, ugye, Isten szerint. Hát felmerül a kérdés, hogy mennyire nyilvánvaló, és hogy mi is az, amit hogyan kell csinálni. Úgy érted, hogy a földművelést? Hát, hogyha ezt fizikailag kell érteni, akkor a földművelés meg az egésznek a folyamatát, hogy ugye Ádámnak nem volt előtte semmi, amiből tanulhatott volna, hogy mit hogyan kell csinálni. Nyilvánvaló, hogy az örökkévalónak kellett küldeni minimum egy angyalt, vagy állandóan beszélni hozzá, hogy mit hogyan csinálni. Ugye? Ott volt a kertben az örökkévaló. Azt mondja, hogy ott járkált a kertben, ott volt velük. Ebben gondolkodtam én is sok évtizeden keresztül. Odaírva? Én tudom, hogy ez van odaírva, okay. Értelek, de tehát hogyha ez mellé oda párosítjuk azt, hogy amikor Dávid megfogalmazódott az, hogy szeretne egy épületet készíteni az örökkévalónak a tiszteletére, igen. Hogy ezzel kifejezve, hogy mennyire nagyra becsüli őt, és mindazért, amit az élete során tett érte és vele és általa. Ugye ott azt mondja, hogy hát hogyan építhetnél te az örökkévalónak egy épületet, hiszen nem csak, hogy egy épület nem tudná őt befogadni, hanem az egész maga a föld sem tudná őt befogadni. Tehát ebből kiindulva gondoltam át azt, hogy maga az örökkévaló személyesen nem lehetett csak egy közvetítő által, egy Elohim, egy angyal által. Hát de azt mondja, hogy ő volt ott. Úgy értem, plusz ezt elfelejtjük, hogy már, ugye itt már kint vagyunk a kertből, míg ott meg ott vagyunk a kertből. Szóval ez két külön szakasz. Azt mondja itt, hogy és meghallják Yahuah Elohim szavát, aki a hűvös alkonyatkor a kertben jár vala. Az ő szava. Ez csak úgy egyszerűen ezt mondja. Igen. Hát tehát itt is megjelenik a gondolkodásunkban levő, hogy hogyan közelítjük ezt meg, az eltérés, amiben nem tudom, hogy valaha eljutunk-e arra, hogy közös nevezőre jussunk, vagy sem. De nem is ez igazán a lényeg, hanem végsősorban amire ki akartam lyukadni az, hogy tehát látszik az, hogy ők nem jól csinálták azokat az utasításokat, és erre jött az örökkévalónak az ítélete, el kellett hagyniuk ezt a helyet. De most hagyjussam már még tovább ezt a vasat, amíg ízzik. Szóval milyen utasítások? Mert ugye felmerül a kérdés, hogy például tegyük fel, hogy itt van az, hogy és elvégeztették az ég és a föld és azoknak minden serege, és mikor elvégezte a heted napon az ő munkáját, melyet alkotott vala, megszűnik a hetedik napon minden munkájától, melyet alkotott. Megáldá és külön választá a napot, és ez volt a sabát nap. Szóval ez egy parancsolat volt Ádámnak? Ezt nem tudom megmondani. Nekem nem tűnik úgy, hogy az lett volna. Hát de akkor itt van például az, hogy 14. Legyenek világító testek az ég mennyezetén, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és legyenek ezek jelek ott meghatározói ünnepeknek. Moed, kijelölt időpont. Ugyanaz a kijelölt időpont, amit utána, ha elmegyünk 3 Mózes 23-ba, amit használ. Ezek Yahuahnak a kijelölt időpontjai, ugyanaz a szó, moed. Ezért alkotta meg a napot és a holdat és a csillagokat, hogy mutassák ezt a kijelölt időpontot. Az mellett napoknak, jóm, szó szerint nap, és esztendő, sanah. Szóval a nap, a hold és a csillagok volt egy kalendárium, egy órarendszer, és mutatta Ádámnak, hogy mik azok a kijelölt időpontok, amiket neki meg kell tartani. Ez mellett egyértelműsíti, hogy a sabát is megvolt, szóval tudjuk, hogy Ádámnak meg kellett tartania az ünnepeket, hisz ott volt, ezért jelölte ki az időpontot. Minek lett volna kijelölt időpont, ha nem kell az embernek betartani? Igen. Igen, értem, hogy mit mondasz, és hát az én magam megközelítése alapján, hogyha ezt szó szerint látnánk, akkor azt tudnám mondani, hogy teljesen jól látod, és nem is próbálkozhatok meg ez ellen védekezni, vagy ez ellen másfajta vélekedést felhozni, de hát az én számomra pont az nem látható bizonyítottnak, hogy úgy például tételesen, mint mondjuk a sínain, ugye Mózesnak, amikor átadta az angyal által, az Elohim által azokat a parancsolatokat és utasításokat, mindent, ugye ott viszont szó szerint kétségkívül, tehát abba bele se lehet kötni. Látod te is azt, hogy ott nincs kecmet, félremagyarán, ott szó szerint hát leírta. Ez is nagyon nehéz, hisz oda van írva, hogy kijelölt időpont. Ünnepek, így írja, még a magyar is úgy fordítja, hogy ünnepek, hiszen ünnep. Szóval akkor hogy magyarázzuk meg azt a szót, ami ott ünnep? Szóval ez is szó szerint ott van, csak esetleg nem sorjázza el az egész torát neki, de lehetett ölni? Vagy érted? Nem mondja el azt se, hogy lehet ölni, vagy bármi, de ennek ellenére Kainnak azt mondja, hogy ha jól viselkedsz, akkor jól van dolgod, ha nem, akkor meg a bűn ott leselkedik az ajtó. Szóval nyilván világos volt, hogy nem lehet ölni, vagy érted? Szóval én azt mondom csak, hogy olyan egyértelműen oda van írva, amilyen egyértelműen csak lehet, hiszen azt mondja, hogy a kijelölt időpontokra teremtette a napot, a holdat és a csillagokat. És oda tette Ádámot, hogy szolgálja és dolgozzon Yahuahnak. Szóval úgy szolgálja, hogy betartja a kijelölt időpontokat. Az, hogy nincs leírva nekünk, hogy ő ezt elmondta neki, az nem is kell, hiszen ebből mi tudjuk. Nem? Hát... Én teljesen megértem és elfogadom a te álláspontodat ezzel kapcsolatban, de tehát, ahogy azt említettem az előbb, tehát a sínain való törvényadás előtt, tehát úgy, mint akkor ott egy nemzetnek szóló írott, mondjuk alkotmányt adott át a népnek, mert akkor már nép, nemzet voltak, tehát nagyon sokan voltak, ugye, és ugye, tehát ez az, amit sokáig én sem vettem észre, vagy nem értettem, hogy tulajdonképpen az az egész rendszer, amit ott átadott neki, az annak a nemzetnek a fennmaradását szolgálta, mint erkölcsi vonatkozásban, mint minden más vonatkozásban. Isten így tudta garantálni számukra, hogy ha azokban élnek, járnak és cselekszenek, akkor... De ott minden egyes dolog tételesen meg volt nevezve, tehát ott nem volt félreérthető semmi. Korábban is, hát jó, figyelj, azt mondja, ez 1 Mózes Bereshit 19, azt mondja, hogy... Bocsánat, egy pillanat... Ez nyilván tisztában vagy vele, hogy 1 Mózes 18, bocsánat, ez mikor Ábrahám és Lót, és azt mondja, hogy Ábrahámnak elmondjam-e, hogy mit tenni akarok. Mert tudom róla, hogy megparancsolja az ő fiainak és az ő házanépének, hogy megőrizze Yahuahnak útját. Szóval mi ez az út akkor? Hogy igazságot és törvényt tegyen, és ez a törvény, ez mispát, ugyanaz a mispát, amit használ, mikor az ő saját szaváról beszél. Szóval mi lehet más ez? 440-szer szerepel a mispát a Torában. És mindannyiszor Yahuahnak az ítéletét jelenti. Kivétel nélkül? Igazságot és törvényt tegyen, beteljesítse. Nem utasítást, nem parancsolatot? Nem, bocsánat. Mispát, ez a sefát szóból igazságos ítéletet jelent. Sefát bíró vagy ítélni, mispát pedig ítélettétel, ítélethozatal egy törvény szerint. Ítélet végrehajtás, igazságosság, mint bírója, utasítás, rendelet, bíró által meghatározott előírás. Yahuah által meghatározott előírás. Ez minden egyes alkalommal mispát, ezt jelenti. Szóval Ábrahámnak is volt mispát, sőt nem is csak az, hogy mispát volt, hanem Tóra is volt. Hiszen nyilván te is hallottad már 1 Mózes 26:5, mivel hogy Ábrahám hallgatott az én szavamra, megtartotta a megtartandókat, parancsolataimat, rendeléseimet és Torámat. Törvényeimet, Tóra, A84:51, Tóra. Ez Beresít 26:5, szóval Ábrahámnak is volt ez a szabályrendszer, ez a Tóra, semmi olyan. De hol látjuk ezt? Lehet, hogy elkerültem a figyelmem, hogy lehet, hogy felületes vizsgálódó vagyok, vagy voltam ez idáig, de hogy hol látni ezt, hogy írásban megvolt neki is mindez, és innét tudta, hogy mit kell tenni, mert amit én fel... meg legyen írásban. Ide van írva, hogy a Torája megvolt. Igen, ezt a szót használja. Ide van írva. Igen, ezt, amit mondasz, csak azt nem látom bizonyítottnak, hogy hol van ez, vagy tehát, hát itt van. Mint ahogy látjuk Mózesnél, hogy kapta ha csak alapjában véve nézzük a két kőtáblát, ugye, tehát az abszolút félreérthetetlenül bizonyítható, hogy amikor azokat a szavakat használja az óhéber, amiket te felemlítesz, ugye, akkor hozzá van kapcsolva a félreértett, kézzel foghatóan, hogy két kőtábla volt, de még azon kívül még, hogy ott volt 40 napig, tehát mindent le kellett jegyeznie neki valamire, és azt levitte a népnek, ugye? De nem kell, hogy le legyen írva, arról nincs szó, hogy a Torának le kell lenni írva, arról van szó, hogy az ő rendelései, az ő Torája, azt megtartotta Ábrahám. Szóval valakinek akkor bizonyítani kéne, hogy a Tóra H84:51 az itt más jelent, mint a másik 213 alkalommal, amikor, sőt, hát tovább megyek, azt mondja, hogy egy Torája vagy törvénye legyen az ott születettnek, és a jövevénynek, aki közöttetek tartózkodik. Szóval mindenkinek mindig ugyanazt kellett csinálni. Hát, ahogy ezt látom, én azt látom jelen pillanatban is, hogy itt jön elő az, hogy itt kell igazán, nem is tudom, hogyan fogalmazok, hogy ne lehessen félreérteni, és hát ne lehessen ki számára sértő, hogy itt kellene szemfülesnek lenni, és meglátni, megérteni azt, hogy pont itt kellene talán bejönni annak, hogy amire, tehát most csak magamról tudok beszélni, ahogy ezt megközelítem, hogy mivel nem láttam soha eddig bizonyítottnak azt, és hogy milyen fajta parancsolatok voltak, vagy tehát törvény volt az, amit már Ábrahám akkor megtartott. Hát csak gondoljunk bele, hogy mi lehet. Viszont hogyha arra gondolok, ahogyan előtte való időben, tehát a törvény előtt, a törvényadás előtt kommunikált az örökkévaló Ábrahámhoz, hogy angyalokat küldött hozzá, és azokon keresztül adta az utasításokat, hogy mikor, hova menjen, mit csináljon, mikor pakolja fel a úrvárosából az egész rokonságot, családot, és merre menjenek, mikor hol telepedjenek le, mikor menjenek tovább. Tehát én azt gondolom, hogy ez az, amiről te azt mondod, hogy a te meggyőződésed szerint, hogy ugyanazokat a dolgokat kellett megtartani Ábrahámnak akkor már, mint amit Mózes kapott a Sínain, de... Hát nem azt mondom, bocsánat, én nem azt mondom, hogy ugyanazokat, hisz ugyanazokat nem tudta, mivel ugye nem volt sátor neki, meg papírrend, meg utána ugye tudjuk, hogy a rojtokat, vagy a bojtokat is 4 Mózes 15-29-39-ig azt hiszem adja, szóval azóta jött. Én nem azt mondom, én azt mondom, hogy nem változhatott. Nem ehetett Ábrahám se kutyát például. ez teljesen abszurd lenne azt gondolni, hogy Ábrahám ehetett disznót, hiszen már amikor Noé kijött a bárkából, azt mondta neki, hogy a tisztákat feláldozhatott. Szóval az már akkor is volt. Én mutatok még egyet. Azt mondja Abimelech. Ez Barasít 1 Mózes 20. Szóval ez még jóval a Tóra előtt volt. Azt mondja Abimelech, hogy nem illette ezt a nőt, és azt mondja, hogy Yahuah, ártatlan népet is megölöd-e? Avagy nem ő mondotta nekem, hogy én húgom ő, és ezt is mondotta én bátyám ő, szívem ártatlanságában és kezeim tisztaságában cselekedtem ezt? Azt mondja Yahuah Abimelechnek, aki Egyiptom uralkodója, hogy én is tudom, hogy szívednek ártatlanságában művelted ezt. Ezért tartóztattalak én is, hogy ne vétkezzél ellenem, és ez a vétkez hatá. Ezért nem engedtem, hogy illesd azt. Szóval nyilván tudta Abimelech, hogy a házasságtörés bűn, nem? Hiszen erről van szó, hogy nem hagyta Yahuah, hogy vétkezzen ellene. Úgyhogy Abimelech egyiptomi, nem is Ábrahám leszármazottja, és mégis tud vétkezni Yahuah ellen, és nem csak, hogy tud vétkezni, hanem ismeri a Torát, hiszen tudja, hogy a házasságtörés az egy bűn. Azt mondja Ábrahám, azt gondoltam, hogy nincsen Elohim félelem, vagy Isten félelem ezen a helyen, és megölnek engem az én feleségemért. Szóval Ábrahám tudja, hogy létezik egy olyan dolog, hogy Isten félelem. Valahogyan félni kell őt, ezekből az egyik az, hogy nem törheted meg a házasságot. Szóval honnan tudják akkor ezek az emberek, hogy a házasságtörés az egy bűn? Igen, hát ami az eddig ismereteim alapján tudok hivatkozni, az jelen pillanatban nekem az írásból azt tűnik ki, hogy persze még ehhez párosítjuk a történelmi ismereteket, ami néha az is segíthet bizonyos szituációk megértésében, hogy ugye látjuk azt, hogy azoknak a mezopotámiai civilizációknak, mind a Hammurabinak a törvénye, hát ezek előbb jelentek meg, azt hiszem, mint például Izrael népének adott parancsolatai örökkévalónak. Tehát, és ezeket ők, gondolom, hogy a lelkiismeretük alapján, tehát az addigi ismeretük az... Honnan jön a lelkiismeret akkor? Az felmerül a kérdés. Hát igen, ez nyilvánvalóan... Plusz akkor miért büntetné meg Yahuah, hogyha ez Hammurabi törvénye, azért, hogy megszegi Hammurabi törvényét? Ma se büntet meg azért, hogyha... Érted? Mit érdekli őt, hogy a világ milyen törvényeket hoz? Nem büntet meg senkit azért, hogy azt cselekszi, hogy megszegi a világ törvényeit, ami ellenére mennek. Ez egyértelmű, hogy ez következménye. Sőt, kommunikál Abimelechel, aki egy pogány. Hogy lehet az, hogy azt mondja, hogy vétkez ellenem? Szóval ez nem Hammurabi törvénye, hanem ez... Na, én például tudom, de ezt nem, csak én példának hoztam fel arra, hogy ezt lehet látni az írásból, hogy ő nekik már, most nem tudom, hogy abban az időben már például Abimelekéknek volt saját emberileg kidolgozott törvényrendszerük, vagy sem, valami formában, most nem tudom, hogy beszélt formában, hogy ez létezett-e írás nélkül, vagy ez onnét van csak, amikor a sínain az örökkévaló elküldte az Elohimiát, az angyal. Én tudom, amit mondok, hogy itt kellett, hogy legyen, hiszen itt már megbüntette volna Abimelechet. Szóval, érted, most hiába nem volt még Mózes, persze, hogy nem volt, hát ez egyértelmű. De akkor is Abimelech valahonnan tudta, hogy Yahuahnak az a törvénye, hogy a házasságot nem lehet megtörni, hiszen egyértelműsíti, hogy attól fél, hogy... Sőt, nem is az, hogy tudta, hogy nem lehet megtörni, hanem nem is az szerint is élt. Azt mondja Ábrahám, hogy nem tudtam, hogy itt istenfélelem van, és közben meg van. Szóval ezek az emberek istenfélők voltak. úgy kellett, hogy járjanak, ahogy Ábrahám járt. Ezért mondta Yahuah, hogy tudom, hogy megtartja majd az én utamat, megtartotta a torámat, a mispát, miszmeret. Ezeket a kifejezéseket használ. Szóval persze lehet, hogy nem mindenkinek egyértelmű, de akkor valahogy csak tudta Abimelech, hogy nem lehet házasságot törni. Most, hogy milyen törvényből, azt nem tudom, de Yahuah az okon vette volna. Ha lehet, úgy... hogy itt jön be az, amiről Pál beszél, hogy sajnos az én memóriám az ilyen, hogy hol van megírva, és de nincs nyitva előttem a Biblia keresőm, egyedül vagyok, jó, de abban is nehézkes. Tehát biztos, hogy mivel látom neked jobb valahogy egy... Meg itt vagyok előtte, szóval én innen tudom keresni, meg így egyszer. Pál azt mondja, hogy tehát azok a természeti népek, akikhez nem jutott el sem úgymond a Mózesnak a torája, sem a megváltóról, a szabadító megmentőről, a felkentről való beszámolók, és az ő... Római levél 3-as fejezet. Azt mondja, hogy mivel, hogy menthetetlenek, mivel, hogy az igazságnak az ismerete... Nem tudom, hogy meg... Mert ami Elohim felől tudható, nyilván van. Ez Római 1-től első fejezet 20-27-ig, azt hiszem. Mert ami Elohim felől tudható, nyilván van ő bennük, mert Elohim megjelentette nekik, mert ami Elohimben láthatatlan, az ő örökké való hatalma, Elohimsége a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik? Úgyhogy ők menthetetlen. Nem, egyrészt ez is, tehát nyilvánvalóan, hogy azok a népek, nemzetek, amik ugye Énosnak és Sétnek a leszármazóitaiból lettek a történelem folyása során, ugye nyilvánvalóan maguktól nem tudták azt, hogy önmaguktól nem tudták, hogy az emberülés nem jó, vagy a másiknak a dolgát elvinni nem jó, vagy bármi ilyesmi, de viszont más, tehát a környezetükre voltak hagyatkozva tanul, valamilyen formában gondolom, hogy a környezetükből próbáltak ismeretet szerezni, és minél inkább figyelték a körülöttük levő természet, az Isten által teremtett természetet. Ugye, ezekből nem kellett, hiszen Yahuah ott járkált velük. Nem, fölösleges volt, hiszen itt írja, hogy Énok élt 365 esztendőt, és Énok járt Elohimmel. Ez a halak. Bocsánat, halak. És ez ott járt vele, szóval innen tudta, hogy mit kell csinálni. Szóval nem volt ő rábízva a... Mondom, az a kérdéses ez, mivel hogy Ábrahámnál látható az, hogy mindig angyalokat küldött hozzá, és nem tudom, hogy te erre felfigyeltél-e már, mert korábban én is azt gondoltam, de ez a gondolkodásmód azóta megváltozott, hogy az írásból felfigyeltem arra, hogy meg Izraelnél is, tehát Jákobnál is ezt azt hiszem lehet látni, hogy amikor úgy beszél róla, hogy hát hogy láttam az Urat, és meghalok, mert szemtől szemben láttam az Urat, ugye, meg ezek a beszámolók, mint hogyha úgy tűnik, mint hogyha tényleg saját szemével látta volna, vagy találkozott volna szemtől szemben az örökkévalóval itt a Földön, de ugyanerről a szituációról máshol meg úgy beszél, hogy hát hogy az örökkévalónak az angyala, akit elküldött, ugye, mint például, amikor ment Ábrahámhoz, 3-an mentek, ugye, felidézni fejből ezeket. Ez 1-18, ez a Gomorra sztori előtt van, de figyelj, pont amit mondasz bizonyítja azt, hogy az ő volt ott. Amit én mondok, az pont ez, amit mondasz, hogy nem mondhatjuk azt, hogy egyszer azt mondja, hogy Yahuah ott volt, másszor meg egy angyal. Akkor a kettőnek egy és ugyanaznak kell lenni. Az egy malach, egy üzenet közvetítő az atya és az ember között. És ez nem más, mint a teremtő, Yahusha Mashiach, aki által és akinek mindent teremtett. Ez egyértelmű abból, amit mondasz. Amit mondasz, az egyébként Sámson története többek közt, mikor az apja Mánoá találkozik a Malach Yahuával, ez pedig Bírák 13. De ugyanúgy találkozik Samuel is vele, mikor mondja, hogy Yahuah szava még nem jelentetett ki neki, ez pedig az előbb itt feltűnt. Ez 1 Sámuel 3-as fejezet. Szóval ez nem lehet másképp felfogni, mint úgy, hogy van egy Yahuah, a Malach, aki közvetítő az atya és az emberek között, és van Yahuah, az atya az örökkévaló, akinek a szava az elsőszülött. Ez egyébként egyszerűen csak félreértetlenül kiderül az írásokból. Akkor hova tesszük, mint például Dánielnél, ugye egyrészt Gabriel, másrészt pedig Mikael, tehát hogy azok tehát... különböző angyalok, azok más kasztban vannak. De ez Zsidókhoz első levél ezzel kezdődik, hogy magasabbá teremtette minden angyalnál. Aki tett mindennek örökösévé, aki által a világot teremtette. Szóval ez az által, ez dia. Ez azt jelenti csak egyszerűen, hogy át keresztül. Akin keresztül a világot teremtette. Szóval egyért a fia ráadásul azt mondja, utolsó időkben szólott nekünk a fia által, akit tett mindennek örökösévé, aki által a világot teremtette. Szóval van egy atya, van egy fiú, aki által az atya teremti a világot. És ott a világnál, csak egy pillanatra, hogy ott mit ír a görög, milyen lehetséges szavakat melyik a világ? Bocsánat. A világ, koszmosz. Oh, bocsánat, ájón, a világkorszak. Ájón, nagyon hosszú idő. A világra gondolsz? Aki által a világot teremtette? Igen, tehát a világnál, hogy konkrétan arról beszél, hogy a világot teremtette, amit saját magam részéről kétlek, viszont az EPA, tehát úgy beszél, mintha az eklésziáról beszél. Ez Aion, ez nagyon, az, mint amit ismersz, biztos angolul van ilyen, hogy Aion vagy Aion, ez világkorszak, örökkévalóság, vagy egy nagyon hosszú idő. Szóval ez nem a... Ennek nincs köze az, nem is teremthette az eklésziát. Hogyha, tehát ez igaz lenne, hogy a megváltó teremtette a világot, hát ez van ideírva. Akkor az azt jelenti, hogy ő Isten. De ez így tehát ő viszont a megváltó soha nem állította azt önmagáról az evangéliumokban és az apostolok cselekedetében, hogy őt számtalan kijelentés lenne róla, hogy a megváltó szabadító, hogy ő maga ugyanolyan képességekkel rendelkező személy lenne, mint maga az atya. De nem is így van. Nem is olyan, hiszen ezért mondom azt, hogy az atya, ő tette a világ teremtőjévé, szóval az atya magasabban kell, hogy legyen. De ezt értem, csak hogy azt mondod, hogy ő tette a világ teremtőjévé, de tehát ő neki, tehát ahogy a neve is mutatja neki, még a neve is hordozta az ő küldetését, az ő feladatát, azt a különleges feladatot, hogy azok, akik engedelmeskednek az örökké való parancsolatainak, azokért áldozatot mutasson be, úgy, mint a zsidók maradékáért, ugye a saját életével, tehát hogy amikor megkínozták és kivégezték, és ott kifolyt a vére, ez nekik szólt. A 33 éve itt a Földön, amit kinkeservek, küszködések, megvetések, meg minden között eltöltött, ugye az pedig, az is egy áldozat volt, az pedig a pogányokért mi értünk. És hát, bocsánat, azt mondja még itt, mert ugye elkalandoztunk most attól, azt akartuk megnézni, hogy akkor ő egy malach vagy nem. Azt mondja, hogy annyival, ez Zsidókhoz egy, hogy ül a felség neki jobbjára a magasságban. Szóval annyira nem lehet. Érted? Valaminek lenni kell a fiúnak, hogyha odaül az atyának a jobbjára a magasságban, és annyival kiválóbb lévén a malachimnál, az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt azoknál. Azt mondja az atya, hogy én fiam vagy te, ma szültelek téged. Én leszek neki atya, és ő lesz nekem fia. Ez csak egyszerűen egyértelmű, hogy ő egy kiválóbb, mint az angyalok, és egy különb nevet örököl, és ott ül a felség jobbján. Senki más nem ül ott. Sőt, azt is tudjuk, hogy ott van a világosságban. Benne ül. De visszatérve a feladatára, a feladata az Máté 1-ben le van írva. Mikor azt mondja, hogy nevezd őt Yahushának. Mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Ez az ő feladat. Megmutatja az utat nekünk, hogy nem kell, vagy hogy nem fogunk majd bűnben járni. Én így értelmezem. Igen, köszönöm, hogy kijavítottál, ezt nem jól mondtam, tehát, hogy igen, tehát az eddig ismeretem szerint, vagy látások szerint, hogy ő kettős feladattal jött ide be, vagy hát volt itt, élt itt a Földön egyrészt, ugye a saját népéért, de azon belül is csak azokért, akik már eleve a Mózesnak adott parancsolatokban éltek, és azok miatt volt ő ott, akik viszont ugyan elhajoltak ettől az ismerettől, és más szokásokra, más hagyományokra kezdtek áttérni, és figyelmeztette őket, és ez a csoport hallgatott rá, és visszatértek az örökkévalónak a parancsolataihoz. Tehát egyik része az ő feladatának ez volt, igen, hogy megtanítsa nekik az örökkévalónak az ismeretét, a parancsolataiból, másrészt viszont azokat, akik már benne is voltak, ugye legtöbben benne éltek ebben a rendszerben, amit adott nekik az örökkévaló, de legtöbben még így sem értették egész pontosan, hogy mi az, amit csinálnak, csak pusztán az engedelmesség és az Isten igazsága iránti alázat volt bennük, hogy megtették, még ha nem is értették. Ugye, mint például a Szerecsenországi Komornik is, hogy elment, betöltötte azokat a parancsolatait az örökkévalónak, hogy hát minden elsőszülött férfi menjen fel, és fiúgyermek menjen fel az örökkévalónak az épületéhez, Jeruzsálembe. Ugye ő elment, és az útja során tanulmányozta az Ézsaiás, de ebből is látszik, hogy nem értette egész pontosan részleteiben, hogy miért kellett ezt csinálnia, és Filip elmagyarázta neki, megértette vele, hogy ez az egész dolog, ez mind a megváltó szabadítóról szól, aki képes a tanításaival visszaterelni az emberek egy részét az örökkévaló igazságaihoz, másrészt pedig képes kivívni az örökkévalónak a megbocsátásának azok iránt, akik hajlandóak az ő szavára, az ő utasításaira hallgatni. Értem. És most persze megint felmerül a kérdés, hogy akkor vajon mégis mi az, amit nekünk tennünk kell, hogyha nem a Tóra, szóval azon kívül mi más lenne az, de még egy dolgot felolvasnék, mert az olyan nagyszerű, azt mondja, hogy ez Timóteushoz 6, 1 Timóteushoz 6, hogy meghagyom neked Elohim előtt, aki megelevenít mindeneket, és Mashiach Yahusha előtt. Szóval ez két külön karakter. Az egyik Elohim, aki megelevenít mindenkit, a másik pedig ez a karakter Yahusha Mashiach. Szóval ő neki elég különlegesnek kell lenni, érted az, hogy őt mindig mellé helyezze, és amúgy felmerül a kérdés, hogy vajon akkor hol volt eddig? Vagy milyen formában létezett, vagy mit csinált eddig, mielőtt megjelent a világban? Tartsd meg a parancsolatot mocsoktalanul, fedhetetlenül. Most ez megint csak a parancsolatról van szó, mi entolé a görögben, a héberben pedig micvá, azt hiszem, ez a parancsolat. De így vagy úgy, ez a szava, ez az ő szava, egyszerűen csak a Tóra. Tehát én eddig azt gondoltam az eddig ismereteim alapján, hogy ugye mivel, hogy én saját magam szeméről beszélek, abból indulok ki, hogy amit említettem, ezek az ítéleteken keresztül, hogy látszik, hogy valamiféle időszakokról, szezonokról, vagy korszakokról akar bemutatni, vagy megértetni valamit velünk az örökkévaló, és hogy látni ezeket a dolgokat, mint ahogyan például ugye Ábrahámtól Józsefig terjedő időben, hogy akik abban az időben éltek, nem hallgattak az ő utasításaira, amiről azt gondolom, hogy nem írott formájú utasítások voltak, hanem abban a teremtéstől fogva látszik, az Biblián keresztül húzódik egészen a megváltónak a kiválasztására, a munkára, hogy az Istennek a munkáját azokban a napokban vigye véghez. És Tehát lehet látni az Istennek egy tervét, hogy minden korszakon keresztül hogyan viszi át. És mivel, hogy minden korszaknak az embereknek a viselkedése miatt más és más sajátossága van, ezért az ő tervének megfelelően, hogy az ő tervét véghez tudja vinni, át tudja vinni az egyik korszakon keresztül a másikba, és a másikból az azt követőbe. Ugye ez olyan talán, mint mondjuk egy ilyen... Egy pillanat, akkor bocsánat, de meg kell állítanom. Szóval ez azt jelenteni, hogy minden korszakban más az elvárása az emberek felé, akik ott élnek. Ami azt jelenteni, hogy az igazság változik korszakonként, hiszen az ő elvárása az igazságot. De azt mondja, bocsánat, pillanat, második királyok 21:11, mivel hogy Manasszé Júda királya ezeket az utálatosságokat cselekedte, ez tojbá az utálatosság, többek közt utálatosság, ugyanez a tojbá, amikor az ember tisztátalan állatot teszik, 3 Mózes 11, 5 Mózes 14, ugyanez a szót használja, undorító. Illetve a homoszexualitásnál is ezt használja. Paikra 3 Mózes 18:22 és 20:13, de... és gonoszabb dolgokat cselekedvén mindazoknál, amelyeket ő előtte való emoreusok cselekedtek vala. Szóval az emoreusok is gonoszságot cselekedtek, hozzájuk hasonlítja. Most ha az emoreusok nem tudták, hogy mi az a gonoszság vagy utálatosság, akkor minek beszél egyáltalán róluk, hogy... Értesz? Szóval csak tudni kellett mindenkinek, hogy mi az... Ha változik az elvárása, az azt jelenti, hogy ő változik. Ha én egyszer azt várom el tőled, hogy mikor idejössz hozzám, vedd le a cipődet. Utána a jövő héten azt várom el, hogy ne vedd le a cipődet. Mint ahogy egyszer azt várja el, hogy egyek disznót, mászol meg azt, hogy ne egyek. Akkor az azt jelenti, hogy nem csak az én elvárásom, vagy az én szavam változott meg, hanem valami én bennem is megváltozott ahhoz, hogy az én elvárásom homlok egyenest az ellentéte legyen. De ő nem változik meg. Szóval akkor az elvárása ugyanaz kellett, hogy legyen, hiszen ilyen alapon a végén majd megítél embereket, mint Noé, akinek volt 3 parancsolat, hogy mit tudom én, mit csinálj, meg mit ne csinálj, meg utána megítél az izraelitákat, akinek volt 600, meg megítél minket, akinek van 3, vagy 4, vagy 10, vagy nem tudom mennyi. Érted? Szóval én nem látom azt sehol, hogy az ő elvárása bármikor is változna. Most az, hogy mi tudjuk, hogy le volt-e írva nekik, persze, hogy tudjuk, hisz Énok könyve, Jubileum könyve egyértelművé teszi, hogy le volt írva nekik, sőt, hogy megmondta Noénak, hogy tanítsa meg a fiait, meg az is le van írva, hogy megtanította nekik, de sőt, az is le van írva a Jubileum könyve második fejezetben, hogy megalapította a sabátot a kezdetektől fogva mindörökké, mindazoknak, akik járják ezt az utat, beleértve az angyalokat érdekes módon. De érted? Szóval ezeket az ellentmondásokat valahogy fel kell oldani azzal, ami le van írva, és bárhol nézzük meg, mindenhol én azt látom, hogy az ő elvárása nem tud változni, mert ő nem változik. A korszakokat beleértve, de nem tudom, hogy érted, hogy hol változott meg például erre a korszakra, Yahusha vagy Jézus halálával az elvárása. Hát például lehet ezt látni az írásból, hogy amik például az Ószövetségben ugye voltak a mosakodások a sátor körül, és abban az időszakban, amikor nem volt kijelentés az izraeliták számára Merítő János megjelenéséig, ugye mikor megjelent, akkor ez olyan dologgá változott át, amivel ki tudták fejezni a bűnbánatukat, hogy nem fogadtak szót profétáknak és Mózesnek. Értem, ugye, értem. Ezek vízbe kellett merítkezniük, aha. És ugye azt mondja az írás, hogy mivel hogy a felkent szabadító nem olyan törzsből származott, amivel kapcsolatban proféták szóltak előre, hogy profét vagy főpap fog támadni, ugye, és ő történetes a Júdából jön, amire vonatkozóan nincs semmiféle előrejelzés, és az örökkévalótól, ugye. És, bocsánat, ezen a ponton meg kell, hogy állítsanak, és akkor itt kell, hogy folytassuk legközelebb, de zsidó levél, amiről beszél. Amikor azt mondja, hogy kénytelen, hogyha azzal, hogy megváltozik a papírrend, azzal megváltozik a törvény is, de itt természetesen nem a Tóráról beszél, hanem az áldozati törvényről, hiszen nem lesz templom, és megváltozik a papírrend. Ja, abban az értelemben még egy utolsó szóra, hogyha megengedett gyorsan, hát az, hogy az erkölcsi szemlélete az örökkévalónak, és azt megköveteli, teljesen mindegy, melyik korszakról beszélünk, ebben teljesen egyetértek, hogy hogy az emberben ki akarja munkálni az ő saját természetét, hogy megmenthesse minden korszakból az embereket, ebben tökéletesen egyetértek, ez soha nem fog megváltozni, mert az, hogy ne öljed meg a másikat, az ugyanúgy Ádámra is vonatkozott, mint ahogyan a mai napon mi ránk is. Persze, ugye? Ezt akkor ezek szerint ugye nem tudjuk bizonyítani, hisz nincs leírva, ahogy mondtad, úgyhogy ne, érted, akkor most vagy tudjuk, vagy nem tudjuk, de én azt mondom, hogy tudjuk, mert ez mindig is így van, de azt mondod, hogy nem, hiszen nem volt leírva, úgyhogy rá nem vonatkozott, szóval értesz? Vagy ez, vagy az. De majd a papság megváltozásával szükségképpen megváltozik a törvény is. Figyelj csak, mi lenne, ha, mert most tényleg rohannom. Jaj. De mi lenne, ha azt csinálnánk, hogy ha van kedved, meg úgy gondolod, akkor mondjuk legközelebb innen folytatnánk, és akkor esetleg, ha gondolod, és oda tudsz keverni a gép elé, akkor megvitathatnánk ezt, hogy akkor a Tóra hogy változik, aztán megnéznénk, hogy az a mire jutunk. Ezt azt írom, hogy tehát azok, amit például az emberek, tehát az ember minőségére tett parancsolatokat, hogy azt ő elvárja, az ember munkája, az ki magából egyébként nincs senkinek esélye ővele semmilyen módon kapcsolatba kerülni. Morálisra nem gondolsz, egy ilyen morális kódex, vagy valami ilyesmi. Tehát azt mindenképpen elvárja mindenkitől, de azt, hogy a különféle korszakon belül az ő tervét hogyan viszi véghez, amire ugyanúgy adott parancsolatokat, igaz? Tehát, igen. Mint ahogy megváltunk keresztül a tanítványoknak, hogy menjetek el a pogányok közé, ugye? Tehát ezt nem parancsolta meg például az Izraelnek, hogy egyenként menjenek az Isten vezetése szerint el különféle pogány nemzetekben, és tanítsák a pogányokat. Hát nem, mert ugye ő leigázta volna a területeket, és akkor ezáltal az ő dicsőségéhez jöttek volna a pogányok, 1 Királyok 8, Shlomo imája, illetve 2 Krónikák 6 leírja, hogy a pogányok mentek Izraelbe a templomba áldozni. Ez 1 Királyok 30-tól 40-ig valahol Shlomo erről beszél, hogy ez volt Yahuahnak a terve mindvégig, úgyhogy ez így lett volna, csak ugye megváltozott a közigazgatási rend, mert addig egy állam volt, most már 2 állam Yahusha Mashiach idején, most meg már szét van a szorva. Szóval egyértelmű, hogy az változik. De az alapvető elvárása ő neki, lehet, hogy a metódus, ahogyan azt végrehajtja, változik. De a követelményrendszere, ami utálatosság akkor, ráadásul úgy, hogy Noé idejében is utálatosság, az utálatosság kell, hogy legyen most is, mint ahogy szerintem az is, de... Folytassuk innen legközelebb, amikor időd van, szólsz, és akkor én remélem, hogy még tudjuk folytatni ilyen hangnemben, mert én amúgy élveztem, aztán lehet, hogy esetleg jobban. Olyan gondolatok vetődnek fel, amit megmondom őszintén, nem is gondoltam, nem jutott eszembe ilyesmi, azok közül a dolgok közül, amit felvetettél, meg ugyanakkor, tehát fel kellene készülni nekem is, hogy amikről említésszerűen beszélek, mint például, hogy az angyalok, és hogy itt tulajdonképpen, amikor a magyar úgy él, hogy, hát, hogy az úr azt mondta, vagy az úr ezt mondta, ugye, tehát ezeket is megpróbálom összeszedni a következő alkalomra. Igen, ez nagyszerű lenne, szerintem ez nagyon hasznos. Nekem is, neked is biztos, én rengeteget tanulok ezekből, meg mindenki, aki hallja. Szóval ez lenne a lényeg, úgyhogy én azt javaslom mindenkinek. Azzal tökéletesen egyetértek, hogy azok a parancsolatai, amivel az embert fel akarja egy isteni természet szintjére hozni, hogy azt az ember kimunkálja magában, ezzel tökéletesen egyetértek, hogy ezek az erkölcsi normák, parancsolatok, utasítások, ez kezdettől fogva, Ádámtól fogva a mai napig érvényesek. Az, hogy az adott korszakon belül, ugye, mert mindig van valamilyen terve az örökkévalónak, és mivel emberek jönnek, halnak, születnek, ugye nemzetek alakulnak ki, megváltozik a földnek, tehát az országok elhelyezkedés, stb. Különféle kultúrák, nyilvánvalóan ő ezt figyelembe veszi, és ennek megfelelően hozta létre az ő tervét, ezért az ő tervének a kivitelezésében korszakról korszakra kell, hogy változás legyen, mert ugyanazt a dolgot nem tudja ma megtenni, mint amit megtudott például 3000 évvel ezelőtt. Akkor megint csak azt javaslom, hogy innen folytassuk. Ja, jó, okay. És akkor én azt mondom, hogy csak egyszerűen vágjunk bele legközelebb a közepébe, ezt kezdjük el itt, hogy akkor miért igen, miért nem, és akkor amikor ráérsz, szólsz, aztán megpróbáljuk így folytatni. Okay. Nagyszerű volt, és örülök, hogy beszéltek. Ha értelmét látod, és... hát nagyon jó volt, hát én nagyon élveztem. Adásnak, vagy kifogáskeresésnek, akkor... Én nagyszerű volt. Oké, akkor én elbúcsúzom most, és akkor folytatjuk innen. De örülök, hogy beszéltünk, meg a legjobbakat neked is, meg mindenkinek. Oké, minden jót, szia. Minden jót.